Hey, is there anything left in that bottle? Where? Where? Over there, man. Where have you been? Where have you been? Jelentősen fejlődik a verseny, most azt láttuk a két évvel ezelőtti versenyhez képest, komoly mezőny jött össze. I got the curse, got perverse with the nurse in the maternity ward. Oh lord, that's right, I'm nuts, I spisty cuts. Got outpatient status at the Brooklyn Zoo. Doobie-doobie-doo, we like your crew. Ugye itt volt a Garda Zúra, a Sponsor Wanted, itt volt az Admirál, eljött a Sleepwalker, Temes Főzi Zénóval. Johnny Black got my back, man, happy as sad. And if I fall out of your favor, baby, don't get mad. Cause if the heat don't kick it, then the judge sure will. A Balatonfőjacht klubban került megrendezésre a Közműkupa, közel 40 indulóval, nagyon gyenge szelünk volt, úgynevezett nyuszifő vagy szívecske pályát mentünk. Az első kerülendő bója az Almádi Ramada Hotel előtt volt 2 kilométerre Balatonkenese iránylatba, a második kerülendő bója az itt volt a kikötőnél, 800 méterre körülbelül a kikötőtől, a harmadik, amit végül is nem kellett kerülni, pedig a Sóstói Adó torony előtt 2 kilométerre Balatonkenese iránylatban. Küszvöter építésziroda az mindig indul ezen a versenyen, hisz a szakmai berkekbe vagyunk, és hát a csapat majdnem azt mondhatnám, hogy ilyen témodon összeszokott. Hát ugye én kormányozok, mert én máshoz nem értek. A Zsolti fiam volt a taktikus és a balonkezelő, egyébként van egy másik, a Böröcki Zsolt, és hát az építészek azok vagy a sottokat kezelték, vagy pedig a bumrudat, tehát azért mindenkinek mindig van megfelelő poszton helye. A gyorshajóknak kedvezett a szél, mert elálló szél volt, és akik elején bementek, azoknak ez nagyon nagy előny volt. Nekünk az erősödő szél a jó, ez most nem az volt. De jó volt a verseny. Jól is sikerült, ennyi volt ebben most benne nekünk. Nagyon gyenge szélbe volt a rajt, amit én nem szeretek, ugye nekem egy nehéz hajom van, de aztán később elkezdett erősödni, aztán jobb pozíciót fogtunk, és igazából nagyon jól szerepeltünk. Idén második alkalommal kapcsolatunk be a Közmű és Épületépész Kupa szervezésében, ugye a Lellei Vitorlás Egylettel. Tavaly is már szép sikerünk volt, idén még annál is jobb minden. Többen vannak a kísérő rendezvényen, és körülbelül kétszer annyi épületgépész hajó indult idén, mint tavaly, úgyhogy nagyon elégedettek vagyunk ezzel a fejlődéssel. Stop it. The moon's on the rise when the sun starts dropping. And y'all need to quit the bullshit.
Én magam is szeretem a vizet, mi tollázgatunk is, Adrián is, Balaton is néha, sőt az óceánokat is bejártam a barátokkal, és mindig van a hűtőben egy kis palaszbor, mert esténként a csendes kikötőkben finom helyi ételekkel, és azért mondjuk magyar borokkal ünnepelünk, és ezt így nagyon régóta csináljuk. Alapvetően rengeteget dolgoznak a tagjaink, főleg vállalkozók, és hát a nyáron a minőségi sportot és a minőségi szórakoztatást azt szeretik, és mi nagyon szívesen megszervezünk nekik az ilyen jellegű programokat, úgyhogy talán ez a jelentősége, hogy aki szereti a Balaton, szereti a vitorlázást, szereti jó bulikban részt venni, az itt egyszerre megkaphatja ezt a három dolgot. Amíg bírok, amíg föl tudok mászni a hajóra, addig mindenképpen szeretnék vitorlázni. Az ötletet, és eljöttem egy kis bortájátnak a vacsorához, és közben egy kis kóstolgatás, tegnap is, bulihoz. Ez szerintem nagyon hozzátartozik, hogy egy jó élmény, egy jó vacsora, mellé jó magyar borok, és arról egy kis beszélgetés. Ez így egy nagyon konkrét dolog, ez igazából a borkultúra. Én azt remélem, hogy ez a verseny tovább fog élni, Bodnár Iminek a személyisége és a körülötte lévő csapatnak a munkája, ezt szerintem nagyon szépen élteti, és ahogy látszik, ez épül ez a verseny. Remélem, hogy még sok ilyen jó rendezvényen vehetek részt. Részben úgy, hogy hajózók, részben úgy, hogy bort kínálok, és ez a kettő remekül megfér egymással.